Sziasztok! Hát én Feri vagyok, a hegyűrű, és egy újabb olyan frissítés, amiről nem fog tudni elmondani nektek olyan hű, de nagyon-nagyon sok mindent, mert már megszokhattuk, gyönyörűséges szivárványunk visszatért, és hát megjöttek az őslovak is, és én most nem fogok egyet se venni, mert ez összes megvan, Sajnos. Zari! Bocsánat, de most itt zavarsz engem a koncentrációba, úgyhogy kiszedlek majd a mellőzöttekből, megígérem, meg a többieket is. Hát igen, amint láthatjátok, ez a kép fogad bennünket. Ne tudjátok meg, mennyi idő volt, mire fölmásztam ide. Páran biztos látták, de mindegy, hogy itt szenvedek, mint a hülye. És igazság szerint, hát mit is mondhatnék erről a gyönyörű felhő királyságról? Összvisz semmit! Semmit. Nekem bőven elég volt, és igazából most csak a szokásos dolgokat fogom megcsinálni. Végig megyek a versenyen, remélhetőleg most már kevesebb idegbajjal, mint ami, hát ugye, igen, azt inkább hagyjuk, ugye volt egy régebbi videóm. Írja meg kommentbe az, aki látta, én nem akarom felidézni, nekem elég volt. És most végig megyek még egyszer, most viszont pár fokkal nyugodtabban, úgyhogy akárhányszor elrontok valamit, fel fogok olvasni valami nagyon-nagyon-nagyon rossz viccet. És ti meg végighallgatjátok, hogyha nézitek a videót, mert nincs más választásatok. Na, úgyhogy csapjunk is a lecsóba, és megpróbálom megkeresni utána még a patkókat is. Közben annyit futólag elmondok, hogy ugye megjöttek az őslovak, mert ugye ilyenkor, amikor bejönnek az őslovak, az év többi napján mindenki cseszik az őslovakra, tehát nem érdekli őket, hogy van, vagy nincs, vagy mit tudom, de el van cseszve, de amikor bejönnek, akkor mindenki valahogy előveszi a raktárból, már poros, letörli róla a pókhálót, meg ilyenek, mert hogy nem igazán használjuk ezeket a lovakat. És akkor ilyenkor jöhet a móka. Hát, igen. Ja, nem vállaltam el a izét, és most nem kapok XP-t, értettek, jó. Na mindegy, nem érdekes. Nem érdekel minket ez a kicsinyes dolog. Szépen lassan fogok haladni érthető okokból. És ja, most hogyha nem kapok XP-t, akkor mérges leszek, de nem baj, beszélek majd Mikával, mert meg kell keresnünk még a angolom még hülyében néz ki ez a szárny. Szóval meg kell keresnünk a cuccait, mert szegény annyira szerencsétlen, hogy ne! Most már mindegy. Szegénykém annyira szerencsétlen, hogy nem tudja a saját cuccait kordába tartani, mert még azok is megszöknek előlem, mert ilyen bolond. Tehát ilyen világot képzel el, és akkor most mi van? Miért emeltek oda? Most ez mi? Hallod? Ez most komoly? Komolyan, ez a játék újabb és újabb meglepetéseket tartogat számomra, és tiszta bug az egész. Tudjátok mit? Én ezt nem. Már így rögtön az elején. Tudom, most viccet kellett volna olvasnom nektek, hogy ti is kiégjetek, de lehet, hogy beszélnem kell Mikával egy pillanatra. Ez így valahogy elkerült a figyelmemet, bár nem akartalak kihagyni benneteket ebből a jóságból, mert tudom, hogy ez annyira fontos összetevője az életeteknek, hogy ti végighallgassátok, hogy Mika mit pofázik, hogy ez egyszerűen elmondhatatlan. És hol van ez a nénye? Sehol. Jó, én is úgy gondoltam, ne is legyél sehol. És ki kéne mennem? Ahol ez a némber? Ja, látom, ide rak mindenkit. Itt van-e? Nem is kell vele beszélnem. Nem kell vele beszélnem, már tavaly beszéltünk, elég is volt nekem bőven. Na, akkor most végig megyünk még egyszer. Hát, ha... Most viszont nem fogom abba hagyni. Ha lejár az idő, akkor lejár az idő, mit tudom én már. Ahogy látom, új nevekkel bővült a Star Stable. Egyre idiótább neveket csatolnak hozzá a játékhoz, de mindegy, ezen nem akadok ki. Na, menjünk még egyet, hajrá! Ez egyszerűen, ez varázslatos. Na, hadd menjen. Így. Úgy, oké, most lassítunk. Úgy, nagyon gyönyörű. Szóval, még így visszakanyarodván az őslovakra. Az év többi napján cseszik mindenkire.
bent rohad az istállóba. De ilyenkor, amikor bekerülnek a játékba ezek a csodálatos, színes lovak, akkor megint elkezd, akkor megint lehet azon sopánkodni, hogy miért csak most, nincs SC, meg izé, meg különben is, meg mit tudom én, meg milyen csúnyák, és akkor utána két hónap múlva meg megint elfelejtjük ezt az egészet, szóval nem probléma. Aha. Jó van. Tehát ez ennyi volt, köszönöm szépen. Ott is hagytam a patkókat, nem is érdekel engem már különösebben. Hú, gyerekek. Na, kitaláljátok? Hogyan avatják fel a pesgőgyárat? Na, kitaláljátok? Tudjátok, hogyan avatják fel a pesgőgyárat? Nem tudjátok. Ha, kérlek szépen, hát hozzávágnak egy hajót. Mert ők megtehetik. Tudom, hogy nagyon szar vicc volt, de ez nem számít. Na, tornádó, vigyél el magadra, és mondjuk valahol Hawaii-on tegyél ki, jó? Légy szíves, nekem most inkább arra van szükségem. Nem erre a zundormányos pályára. Tehát az élet ilyen, ezt kell szeretni. De most még ahhoz képest nyugodtnak érzem magam. Ahhoz képest, hogy mit szokott velem művelni ez a pálya. És elvileg, azt azoknak mondom, akik még nem csinálták, azt hiszem minél több patkót összeszedünk, jaj, annál több XP-t kapunk a végén. Azt hiszem, valami ilyesmi volt. Na itt már végig zsalok, mert itt már mindent összeszedtem, úgyhogy megpróbálom egy kicsit felpörgetni a dolgokat, mert még van 17 patkó, amit össze kell szednem. Nem szokott sikerülni nekem, tehát, hogy ezt azért is szeretném leszögezni, hogy nem szokott sikerülni. Viszont most megpróbálok nem belemenni abba a hullámba, mert akkor tényleg a büdös életben nem lesznek meg a patkók. Mert általában ezt is ki szoktam hagyni egyébként. Nem azért, mert ki akarom hagyni, hanem azért, mert egyszerűen nem bírom én ezt. Oké. Jó, rendben, oké, mehetünk. Mehetünk tovább, elkap a hurrikán. Oké. Rájöttem, hogy csak gyökkettővel lehet menni, már tavaly is elég feltűnő volt. Most megpróbálom kikerülni a hurrikánt, de nem valószínű, hogy össze fog jönni, mert nekem általában nem szokott sikerülni. Na, és akkor most fel kéne mennem nekem ide, így, és fel kéne szednem ezeket a varázslatos patkókat, hogy meglegyen mind. Elvileg, hogyha itt meg vagyok, akkor kész is van a 70 patkóm. Most nem mentem bele a gyorsítóba, mert szerencsétlen vagyok, de egyébként beértem. És ott remélem, hogy kapok XP-t. A pontszám a teljesítési időn és a begyűjtött patkókon alapul, magasabb pont, több ló XP. És kaptam 270 XP-t. Király vagyok. Na! Akkor, most, hogy ezen túlléptünk, és csak egy viccet kellett felolvasnom, gyerekek, hát ez úristen, ez valami ajándék. Úgyhogy most megnézzük, hogy hol vannak az aranypatkók, meg kell keresni Mikának az elveszett cuccait, amire már nem emlékszem pontosan, hogy van, mert nekem úgy rémlett, hogy tavalyról, hogy nekem beszélnem kéne vele, hogy elhagyta a hülyeségeit. Tehát... itt nem láttam semmit. Úgyhogy... Jaha, itt kéne lennie. Tegnap este néhány fontos felszerelés eltűnt a táborból. Nem tudom, hogy egy erős szélökés fújta el őket, vagy valami más volt. Ha esetleg észrevennél bármilyen hiányzó tárgyat a felhők felfedezése közben, léci, hozz vissza a zenit táborba. Jó, oké. Na, akkor összevetve ezt a kettő dolgot, én most nekiállok. Keresgélni. Patkókat is, meg akkor ezeket a cuccokat is, aztán meglátjuk, hogy mennyi lesz meg belőle. És le is pottyantam. Jó van. Így kell csinálni. Do
Juhú, lecsúsztam! Ez az, gyerünk megint a hülyessége. Most ezért jön még egy vicc, hogy érezzétek a törődést. Haj, két barát beszélget, figyelj! Hallod? Ti hogyan szoktátok kezelni a konfliktusokat? Mi? Mi? Pofon egyszerűen! Egyébként ez ránk is igaz. Nehogy, de el ne higgyétek, nehogy elhiggyétek. Nem igaz, nem igaz. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the plan, the plan of where you and... Ez az, összegyűjtöttük ezeket a szar darabokat. Viszont Mikának egy cuccát sem találtam meg, mert én szerencsétlen vagyok. Úgyhogy most fogalmam sincs, hogy egyáltalán hol is kéne keresni, szóval visszamegyek puskázni. Mert tavaly, most nem emlékszem, hogy tavaly is a klasszikus helyeken volt-e, vagy nem, mert nekem úgy rémlik, hogy nem. Ó, csillog-villog valami. Hát csak nem megtalálom az első tárgyat. Mi ez? Ego Düsseia. Második kör, menjünk. Az utolsó egyszer is olyan világosá vált, hogy jobb felszerelés és több segítsége van szükségem. Jó van, nagyon jó is nekem, ebben mi a gondom? De mit kell ezzel csinálni? Semmit? Jó, oké. Akkor ezt megbeszéltük. Na, visszamegyek puskázni. Itt van ilyen baut is. Jó kis baut. És most erről a setről eszembe jutott, hogy van egy új Star Rider csomag, hogyha most 1000 SC-t vesztek, akkor megkapjátok ezt a szettet, ami hát igen, szivárványos, és kivételesen az SSO történetében először max pontos, és talán még ér is valamit, talán, nagyon-nagyon talán. Úgyhogy hát aki akarja, vegye meg. Én megmaradok én. Első nap, nagyon jó, örülök neki. Vihar óta felkérdések kísért támaimba, tényleg látom egy kastélyt az égben, vagy csak áprázott volt. Nem hagyom abba, hogy meg nem tudom az igazat. Megkokoltuk a ballon, bla 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 bla. Ha én oda fölmegyek. Én oda fölmegyek, ha se tudom mi van fönn, de én fölmegyek. Hát, ha van itt valami. Aha! Sikerült, Pikó, földet értünk a felhőkön, vagy inkább felhőt értünk. Nagyon jó, én ezeket végig nem olvasom, nem hűltem meg. Ezzel mit kell csinálni, nem nézhetek bele? Akkor kap be. Ah. Leszünk barátok, akkor rohagyj meg. Hol vannak a cuccok? Azt mondjátok meg nekem. Ez egyébként minden évben valahogy egy ilyen sikertelen dolog. Tehát, hogy keresem, aztán igazából mindig ott van a pofám előtt, csak soha nem találom. De nem baj, még rohangálok itt egy kicsit, aztán meglátjuk, ha találok, ha nem, akkor meg nem, így jártam. Ez az! Még egy baki! Tudjátok, mit jelent ez? Jajaj! Mindjárt keresek egyet! Olyat keresek, hogy hú. Hogy hívják? Kovács Gőtem? Honnan ez a név? Amikor anyám azt mondta apámnak a szülőágynál, legyen Gőtem. Mire apám? Legyen. Na, el tudjátok tagolni? Legyen Gőtem. Olyan jó vicceim vannak, még én is meglepődök magamon. Na most elmegyünk erre, hát ha itt találok valamit. Szerintem már, akik egyébként már megtalálták és úgy nézik a videót, hogy tudják, hogy hol van, azok már itt röhögnek rajtam szerintem, hogy nem találom, de utólag én is okos vagyok. Ezt figyeljétek! De szép! Mit fel nem fedezek, te jó Isten. Szimpla hülyeségből. Vicces, nem? Na, és hogy azért ne maradjatok ki belőle, hogyha már nem mutatom meg, hogy veszek egy ilyen gyönyörűséges lovat, végig mutogatom nektek, hogy milyenek vannak. Na, ő itt Cékla, én Céklának hívom. Ő itt Serleg, mert olyan szép aranyszíne van, mint egy Serlegnek. Hát ő itt a Budikornis, szerintem ez a név illik hozzá legjobban. Nem,
Nem, a másik a Budikon is, megmondom miért. Azért, mert őt Candy Crushnak neveztem el, és ő neki megmaradt ez a neve, hogy Candy Crush. Tehát ő Candy Crush, és ő pedig a Budikornisom. Gyönyörűséges. Ő a kettes számú Budikornisom, mert az első végül is a Brinik volt. Ők viszont, ők előbb jöttek a játékba, de csak később jutott eszembe, hogy végül is rá is illik a Budikornis név. Úgyhogy ő a második Budikornisom. És akkor itt vannak... Ő itt a padlizsánom. Ez itt a nem tudom mi, nem is tudom, hogy adtam el egyáltalán nevet. Spadlizsán volt, nem tudom neki milyen nevet adtam, már elfelejtettem, régen volt. Hát nem is nagyon veszem elő őket igazából. Ő vörhenyes, egyébként Rainbow Dash a neve, úgyhogy igazából lehet, hogy ezért nem is variáltam neki különböző nevet, mármint a kéknek azt mondom, a Rainbow Dash a neve. Ő vörhenyes. Ő itt a kék pacikám, gyönyörűséges egyébként. És akkor mellette ez a zöld okádék. Fika. Ez a kis genyó. Egyébként gusztustalanul néz ki ilyen formátumban, viszont a rendes ló változata viszont nagyon tetszik. Na, most hogy ezt megmutattam, már videósnak számítok. El ne higgyétek, de hogy is ezt töröljétek ki. Szóval most, hogy ezt is megmutattam, elmondhatom magamról, hogy mindent, amit akartam, bemutattam ebbe a csodálatos visítéses videóba. És nem tudom, hogy föl fogom-e venni külön, hogy megkeresgetem ezeket a hülyességeket, mert hogy elég sikertelen volt, sajni. De mindegy, ettől függetlenül remélem azért megtaláljátok a cuccokat. Ha szeretnétek, hogy csináljok belőle videót, akkor azt jelezzétek kommentbe, esetleg azt még fel tudom majd venni valamikor. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, mai napra én el is köszönnék tőletek, és akkor legközelebb majd jelentkezem. További szép napot kívánok nektek, sziasztok!